Köszöntök mindenkit itt a Fehérvári Beszélgetések. Gyakran halljuk mi férfiak, hölgyektől a következő mondatot, hogy nincs egy rongyom, amit felvegyek, és hogyha mondjuk megnézzük a hölgyeknek a gardróbját, és netalán kinyitjuk, akkor ez a semmi igazából cunamiként terül el rajtunk, nem sok esélyt hagyva a túlélésre, tehát ki is találhatták a mai napon a stílusról és természetesen a divatról beszélgetünk itt a Fehérvári Beszélgetésekben. Vendégem a jól ismert Jenka Szabó mester, csókolom, köszöntöm nagy-nagy szeretettel. Üdvözlöm, de végül is akár végül is tegeződhetünk is. Igaz, azt én nagyon szépen köszönöm. Biztos, ja, ide jó. Én vagyok az idősebb a 61 évemben, de végül is nyugodtan tegeződni. Nagyon szépen köszönöm, örülök. Én is megmondom, őszintén szeretek tegeződni, sőt a magázódás nagy-nagy ellensége vagyok, de akkor majd erről is csináltánk egy műsort. Köszönöm szépen neked, nagyon-nagyon aranyos vagy és megtisztelő. Beszéljünk először így rögtön a közepébe vágva a mai divatnak. Mit gondolsz te a ma kapható divatos cuccokra? Gondolok itt a farmerekről, mondjuk mi a véleményed, illetve a különböző mostani más tényleg divatosnak ítélt, akár férfi öltönyökről, hiszen mondják a férfiak ezekben az öltönyökben úgy néznek ki, mint a kinőtték volna. Mit gondolsz róluk? A divat az egy nagyon érdekes dolog. Azt mindenki tudja, hogy mindig visszajön a divat. Ismétlődik. Itt végig is az utolsó tényezőbe kicsit belekapaszkodva, mert a férfiak mindig azt mondják, hogy őróluk aztán divat területén senki nem akar beszélni. Én szívesen beszélek, hiszen férfi Szabó is vagyok. És a 70-es években volt ugyanez a divat, ez a nagyon szűk, rövid zakó, és hát persze a nadrág is, de akkor szélesebb, hogy kihajtóval, reverrel volt a divat, most pedig egész keskennyel. Na most, hogy szűk ez ugye és a férfiak számára. Vajon miért szűk? Mert lehet, hogy testesebbek. Igen. Uh-huh. Bocsánat. Van benne valami. Bocsánat, ugye szépen szét vagyunk ereszkedve, vagy ha nem úgy vagyunk szétereszkedve, akkor viszont túl vagyunk spilázva sport. És az az igazság, hogy én ezt nagyon megfigyeltem, hogy egy ilyen keszeg férfi, egy vékony, nem túl kisportolton, egy öltöny sokkal jobban áll, mint egy, hogy mondjam, kisportolt, nagyobb, hogy mondjam, mellizom, meg ez a csukjásizom, kidolgozott. Hát arra ember legyen, vagy férfi Szabó legyen a talpán, aki végül is tisztességes, jól álló, hogy öltönyt tud készíteni, tehát nem nagyon állnak jól eleve az öltönyök, és az a ugye és kidolgozott bicepsre szűk az ujja, meg itt-ott, mit tudom én, mindenhol szűk, meg hát ezek a konfekciók. Mert hogy ugye biztos, hogy konfekcióról beszélünk persze, nem ugye méretre készített darabról. Méretre készíteni, hogy biztos, hogy lehetne ugye és a férfi társainkra is, vagyis a férfiakra is megfelelő, jó méretezésű és kellemesen álló sikkes darabokat. A mai divat az megint csak visszatér. Tehát hogyha most tekintünk a nőkre, és sajnos, tulajdonképpen inkább a fiatal lányoknak a divatját, mert ezt nevezik divatnak. De kérem szépen, itt vagyunk 30-40-esek is, és itt vagyunk 50-es-60-asak is, akik végül is elegánsan, divatosan, tehát a mai divat trendnek megfelelően szeretnénk öltözködni. Azonban a konfekció inkább ugye a fiataloknak, főleg a kínai termékek. Elnézést, hogy szóba hozom, én nekem nagyon gyűlölöm a kínai dolgokat. Igen? És még gyűlölöm a turkálót is. Itt kimerem jelenteni. Ez lett volna a kérdésem egyébként. Nem baj, tudom én. Igen. Tudom én, hogy mi itt a divatban. Igen. Ugye, és eléd mentem egy picit, de nem hát baj, ne haragudj. Nem baj, örülök neki. És azért gyűlölöm, mert még ami ezt engedte a kínai termékeket, és végülis a hogy mondjam, turkálót, ugye végülis teret hogy hódítani, az sajnos az, ez most kemény leszek, hogy a magyar készítői ipar olyan szinten volt, hogy a Kína egyszerűen be tudta kebelezni. Tehát minőségileg, anyaghasználatában. Én most arra az időszakra gondolok, szerintem te arra nem nagyon emlékezhetsz, de nem gond.
mert esetleg a nézők még idevés közül vannak, akik emlékeznek, amikor a butik időszak bejött. Ugye előtte csak állami konfekció üzemek készítették a darabokat, az ember bement egy ilyen ruházati üzletbe, és 5 méter, vagy 10 méter, 20 méter sötétkék kabátot, vagy barnát látott, és jó napot. Ennyi volt, igen. És akkor kezdtek az emberek járni, ugye, és tulajdonképpen, hát én is a varrónő kifejezést nem szeretem, hogyha idő lesz rá, kitérek, ha nem, akkor majd egyszer máskor visszatérünk esetleg rá. Tehát, hogyha és elment egy női szabóhoz, ő akkor neki általában ugye és divatlapból, kinézett darabokat el tudta készíteni, és az azért általában minőségi volt. De a készítői iparban sajnos... Nem akarok általánosítani, nem akarok bántani senkit, de ott inkább az ment, hogy minél inkább többet készítsenek, esetleg és a tulaj szabott, és kiadták mindenkinek, hogy bárkinek, hogy varja meg. Kicsi varrásszélessége, mint minősíthetetlen volt, hogy elnézés, hogy ezt kell mondanom, de így igaz. És ezek után jött be a Kína, és ugye a turkáló, ami most eléggé dívik, de mondom, ezek ellen is vagyok. Uh-huh. Tehát ugye azt tudjuk, hogy a kínai üzletekben csak is ekkora lányokra lehet kapni valamit. Aztán az ember lánya ugye, hogyha 30-40 éves keresgél tovább, és hát esetleg valami magyar, butikba, vagy készítői üzletbe tud vásárolni, ott meg sajnos az a tapasztalatom, hogy egy ilyen kétperces pólókat. Uh-huh. Tehát esetleg valahol nét egy ilyen jobb kelmét talál, vagy ilyen divatos mintázat, vagy kelme, és abból egy kétperces póló, és akkor extra áron persze. És végül is ehhez hozzá kell tennem, hogy végül is a tulajdonképpen végül is a magyar, butikoknak a jó, tehát az áruiknak a kínálata jó részt kínai termék. Azonban, hogyha azt én a kínaiban megvenném, akkor az lenne csak így mondom egy ezres, igen. Ott pedig 10 000-ért. Ez így van. Ez így van. És ez egy óriási hiba, ezt nagyon kevesen merik kiejteni a szájukon is, vagy esetleg hangot adni ennek, de ez végül sajnálatos. A másik trend az a gyűrt és szabatlan cuccok, ami egyszerűen minősíthetetlen, és ezek is méreg drágáért árusítják, tehát én nekem ugye ismert közösségi oldalon van az iskolámnak egy oldala, és ott elég sok képpel szoktam demonstrálni azt, hogy végül is milyen a csinos öltözködés, és a pamut és a lenből is nagyon szépen szabott és szépen varrott ruhákat lehet készíteni, amik sikesek is. A divatra egy pár szóval visszatérve, röviden, hogy ismétlődik mindig a divat. Idén akár az 50-es, a 60-as, a 70-es, 80-as éveknek a teljesen divat, mert innét is, onnét is csipegettek ugye, divatokat, tehát végül is sziluettben is visszatérnek. Aztán kelmékben is az apró kis mintások, rózsás mintás, vagy éppen gyümölcs mintás, akkor a kartonszoknyák, bőszoknyák, ez az 50-es évekből. Tehát szépen sorba ezek jönnek vissza. Azonban nem lehet azt mondani, hogy én most a turkálóba vásároltam egy 70-es évekbeli darabot, és akkor az most ugye persze divat ez is. Nem, mert a divat azért ravasz. Sőt, azok az emberek, akik csinálják a divatot, hogy így mondjam ezzel a nem szép szóval, hogy azért az, hogyha úgy nézzük, hogy visszatér esetleg az 50-es év, abból is csak csipegetnek, nem mindegyik.
Ha éppen a kedves vásárló, öltözködő hölgy nem jól csipeget ki, már is látjuk rajta, hogy az turkáló. Vagy tehát esetleg a fazon az végül is, mit tudom én, 70-es évekbeli, de a kelme pedig 50-es évekbeli. Tehát így szépen össze van csürve, csavarva, hogy azért az emberek mindig vásároljanak, hiszen a divatipar erre megy ki, ugye, hogy mindig vásároljanak új és újabb darabokat, és hát vásárolni kell újabb-újabb darabokat, aki annyira akarja követni a divatot, bár ennek van egy nagyon klassz kis ravasz része, amit már az idősebbek azért tudnak, és azt alkalmazzák. Mm-hmm. Na beszélünk majd erről is mindenképpen. Előtte beszéljünk egy kicsikét rólad. Vagy tudjuk azt, és hallottuk, hogy nagyon-nagyon értesz a divathoz. Mivel foglalkozol még? Mi az, amit érdemes tudnunk rólad, aki tényleg csak úgy ismer, idézőjelben nyilván a csak úgy a városból, hogy Jenka, igen, a divat szakértő, mondjuk így a divatguru, tényleg a szabóság, és a szó jó értelmében nyilván, nem a bulváros értelmét használva. Mit kell tudnunk még rólad? Hát én 1970-ben, nem fog nagyon részletesen, de 70-ben kezdtem el a szabó szakmát, és végül is tulajdonképpen, honlapomon re van írva, hogy alakult az életem, de és először férfi szabónak tanultam, tehát én ezt most csak azért szeretném ezeket a lépcsőket így elmondani, hiszen a mai kornak nagyon nagy sebe az, hogy nincsenek szakmunkások. És hogy ímlám egy szakmunkás iskolával kezdve kell szépen lépcsőfokonként menni tovább, és igenis akár művészi szinten is lehet egy szakmát, bármilyen szakmát. Én ugye is a szabóságot ismerem, de is a testvérem szobafestő, mázoló volt, ott is lehetett szép munkákat készíteni, meg bár asztalos, meg akár sorolhatnánk. Tehát érdemes úgy szakmát tanulni, hogyha végülis valaki egy szakember szeretne, igazi szakember szeretne lenni, hasonlóképpen, mint ahogy én nekem adatot. Tehát először a szakmunkás iskolába jártam, utána, amikor ott ugye végeztem, azonnal tudtam itt Székesfehérváron esti iskolába, ruhaipari szakközépbe technikusit végezni, és utána pedig ugye inkább a gyakorlatra tettem a hangsúlyt. Szerettem volna akkor főiskolára is menni, tehát könnyűipari műszaki főiskolára, azonban ez végül is többféle okból nem sikeredett, de végül is nem ugye a tanulmány eredménye miatt, de ez végül is lényegtelen, és inkább ugye végül is a szakmai gyakorlatra tértem rá, és mindenféle szakmai továbbképzésen, akár Budapesten, vagy itt Székesfehérváron, még régen a kiosz időkben, itt eléggé föl volt karolva minden szakma, és végülis megfelelő módon ki is szolgálták a szakmai igényeket. Ismertük egymást a szakmában, és nem voltunk féltékenyek. Mindenki tudta, hogy ki hogyan dolgozik. Például 1983-ban olyan divat bemutatót szervezett a kiosz, végül is a szabóságnak, és inkább úgy mondom, hogy a ruházkodásiparnak, mert akkor még voltak szücsök is, igen, minden, ami már ugye kihalt szakma, bizony. És így egy ilyen mestereket bemutató, divat bemutatók voltak, az akkori Velence szállodában, és ez 3 éven keresztül tudott menni, úgyhogy a szücsök, a férfi szabók, női szabók összeálltunk, és még a fodrászok, kozmetikusok is, mert akik ugye végig bemutatták a ruhákat, ugye végig manöken, vagy valakinek a lánya, vagy mit tudom én, tehát ilyen családi szervezés is akár, és akkor őket szépen ugye, és ez mind szépen ugye, és amikor bemutatták, ugye ismertetve volt, hogy kikészítette a ruhát, kikészítette a frizurát, a sminket, és ez elég jó fórum volt arra, hogy a városi hölgyekkel, akik ugye
ezekre a divat bemutatókra eljöttek, nyilván érdeklődtek a divat iránt, vagy az ezek a szakembereknek ugye munkái iránt, és akkor itt be tudták mindenki mutatni, hogy ki milyen, és én 83-ban döbbentem rá, hogy atyavilág. Hol vagyok? Bocsánat. Igen. De jó, és rádöbbentél. Igen. Rá, igen. És akkor az volt még a kellemes. Szóval tényleg azt mondom, hogy kellemes, hogy a többi szakember is, hogy utána elismerően uh-huh. volt felém. Uh-huh. És én bárki jött, én is, hogy szívesen segítettem neki. Hát most még már ugye ezen túljutva, mert a szabóságomat 55 éves koromban hagytam, amit azért nagyon szerettem. Hát gondolom, persze. Nagyon szerettem. Sok évig csináltam, nyilván. El kell neked mondani, hogy nagyon szerettem. Én végülis azt tudom végülis mondani, hogy több év, hogy mondjuk tizedig, mint hogyha végülis valaki kacsát eszik. Vagy uh-huh. a kedvenc libamáján, igen. vagy mit tudom persze. én. Mert olyan is megtörtént a kedves megrendelők által, hogy csak hozta végülis a kelmét, és mesélte, hogy jött hozzám, és, ja nem, igen, tehát hozta a kelmét, oda tette, és akkor azt mondta, hogy ebből bármit, Jenka. Tehát a tervezés abszolút rám volt bízva, annyira jó érzés volt, hogy egy szakemberben így meg tudnak bízni, hogy megrendelők, ők abszolút tudták, hogy az akkor tuti lesz, és ugyanez a hölgy, amikor jött próbára, mesélte, hogy éppen találkozott valakivel, és mondta, hogy hova megy. Uh-huh. Hát a Jenkához. Uh-huh. Mit varrat? Fogalmam sincs, mit fogok próbálni, mondja ő, mert csak letettem az anyagot, majd ebből valamit talál nekem a Jenka, és akkor uh-huh. rendkívüli szabadságot kaptam. Én végülis hálás vagyok a sorsnak, hogy végülis ilyen területen tudtam dolgozni, és maximálisan ki tudtam fejteni magam, és már nekem, hát azt hiszem, megint olyasmit mondok, olyan embert említek, a Tóth Istvánt, Őri Tóth István, ő fotós volt, igen. talán hírből hall ismered. A 70-es évek közepén, mondom, 73-ban végeztem, 70-es évek közepén vartam neki egy ilyen barna kordbársony farmer öltönyt, és akkor ő már azt mondta nekem, hogy Jenka, te művész vagy. És ez komolyan. És egy művész mondja egyébként, aki tényleg nagyon-nagyon ad a sikre az esztétikumra, egy művész mondja, azért azt komolyan lehet venni. Hát igen. Azt gondolom. Mert az én is láttam, hogy azért nem olyan kutya ez, de amit csinálok, de viszont nekem ez talán azért is, mert a családomban is, ugye generációkon keresztül szinte mindenki tudott varni, tehát édesanyám, édesapám családjába is, és az esztétikumot, hogy édesanyám szüleitől, a nagyszüleimtől, akik Törzsgyökeres, székesfehérváriak, a Kisterk utcában éltek, polgári családi házban, hát ugye tudjuk ma is, hogy a Kisterk utca milyen utca, hát az abban az időben is olyan utca volt, uh-huh. ugye, ott is polgári emberek laktak, és végül is az ottani bútorok között nőttem föl, tehát ugye végül is ezek a, hogy mondjam, szecessziós bútorok, a gyönyörű szecessziós lámpa, meg a dívány, meg tudom, hogy ott volt ugye az oroszlán fej, azon igen, volt igen, egy igen, ilyen igen. kis hal, gyönyörű, uh-huh. és nem volt tévé, nagymamánál nem volt tévé. De lehet, hogy ez nagy előny volt, nem? Persze. Ott volt a hatalmas biblia, uh-huh. teleképekkel is, családi biblia, és azokat nézegettük, ugye voltak be szörnyű jelenetek is, meg kellemes jelenetek is, és akkor kérdezgethettünk, hogy ez most miért így, miért úgy, miért amúgy. Tehát valahogy egész más, hogy mondjam, gyerekkorom volt, de most ez a más szó, ez nagyon találó, mert nem biztos, hogy jobb volt, mint a mai gyerekeknek. Persze, másabb. Más volt. Sok mindenben másabb. De én ezért vagyok hálás, ami az én életem volt. Ez így van. Lassan-lassan vége a műsoridőnek, nagyon hamar elmegy tényleg ez a 25 nagyon, perc a fehérvári nagyon. Beszélgetésekben. Visszatérnék egy kicsikét az elején, amiről elkezdtünk beszélgetni, egy keretet adva ennek a történetnek. Mondtad, hogy nem nagyon vagy kibékülve a mostani öltözködéssel, ezek a Kínából származó ruhák, turkálok. Mivel lennétek kibékülve? Tehát ha valaki oda megy hozzád, hogy honnan öltözködjek, most nyilván nem boltokat, márkákat
kollégákat megnevezze, mit szoktál tanácsolni nekik? Hogy saját maga mindenki készítesse el a ruháit egy általa megbízható emberrel, vagy valami teljesen másféle tanácsot? Ez nagyon nehéz kérdés. Attól függ, mennyi pénze van nyilván. Fölhívnak, és akkor, hogy jaj, Jenka, kellene valami, és mondom, hogy bocs, de én már nem varrok, sajnálom, nem tudsz ajánlani valamit. Nem tudok ajánlani. Én rajtam kívül nem tudok ajánlani senkit se. Az az igazság. Egy az, hogy senki sem hatalmazott fel, és ha fölhatalmaz, hogy én őt ajánljam, akkor én nekem ismerni is kell az ő munkásságát, vagy a munkáját. Te castingolod akkor. És nem látok jó szakembert. Uh-huh. Az az igazság. És pont ma osztom meg, osztottam meg ugye és az oldalamon, hogy volt nekem ott egy olyan rovatom, hogy abban a darabban, amit fölteszek, mi a hiba. És a tanítványoknak is ez egy jó tanítási dolog. Vagy aki csak éppen úgy nézelődik, és, mert azért aki nem szakember, ő is nagyon klasszul ízléses és igényes lehet. És ezek a megrendelők a nagyon jók, mert a szakemberből ki tudják hozni az, ami benne van, a sava borsát a szakmának, és akkor ezeket a klassz kis darabokat ki lehet vitelezni, el lehet készíteni. Na szóval, sajnos nem tudok szakembert sem ajánlani, üzletet sem ajánlani, mert pont ma írtam föl az oldalra, hogy ez a rovat, amiről az imént beszéltem, ez megszűnt. Azonban ami ruhákat én fölteszek, nyugodtan mellé lehet tenni, mert nagyon ötletes. Jó az anyag, de varrási hibákkal tele, még a divatmárkák is. Uh-huh. Egyszerűen én nem tudom, hogy ezzel a szakmával mi lesz, de szörnyű. Igen. Nagyon sajnálom. Csinálok egy műsort arról, hogy hogy veszel magadnak ruhát, mert most elképzelem, bemész mondjuk egy ilyen divat ruhaboltba, hogy mi lehet. Hogy ez nagyon gondolom, vagy be szoktál menni egyébként ilyen divat üzletbe, ruhaboltba? Nem igazán. Vagy nem nagyon? Nem igazán. Aha. Régebben volt a főutcán egy nagyon kicsi kis butik, ott a Csemege kávézó, még a régi Csemege kávézó mellett. És akkor oda úgy bementünk, ugye méreg drága butik volt, valami pesti tulajjal, és akkor bementünk, és csak megfogtam az aját, és így föl, nincs benn bérés. Hogy lehet ezt kosztümnek hívni? És oda jött ugye a kis hölgy, egy alacsony szőke hölgy volt, szerintem biztos sokan ismerték, és azt mondja, hogy ne itt tessék a fazont lopni. Ne, tényleg? Bizony. Ó, kedves. Én azon már túl vagyok. Kedves. Én azon már túl vagyok ezen nekem a szinten. Még a, nekem még végülis a fejembe és a gondolatokra is nagyon sokan irigyek. Uh-huh. Ez egy érdekes világ. Persze. Érdekes világ. Beszéljünk még erről a jövőről pár mondatban, tényleg nagyon kevés időnk van. Milyen terveid vannak a jövőre, akár magánélet, akár szakmai tervek? Hát inkább a szakmaival, ugye, mert mint Jenka vagyok itt, és az Jenka a szakma. Mint ismeretes, ugye van nekem egy iskolám, a Jenka Stílus Iskola, itt Székesfehérváron működik. Akkor voltam 45 éves, most 61 vagyok, tessék szíves kiszámolni. Kevés hölgy árulja el a korát egyébként. Főleg ebben a szakmában egyébként. Sokszor utána azt szoktam mondani, egy kis vicc, miért nem 70-et mondtam? Jobban megdicsértek volna. No, és végül is az az igazság, hogy sajnos a felnőttképzési törvénynek a megváltozása miatt OK és képzést már én nem vállaltam be. Pénzügyileg, meg hogy mondjam, erkölcsileg, anyagilag, ez végül is megint egy olyan húzás volt az állam részéről, amiről jobb, ha nem beszélünk. És végül most csak egyszerű képzéseim vannak, és úgy gondoltam, hogy sokkal több emberhez el tudom az én szaktudásomat juttatni, hogyha e-oktatásba fogok. Ezért beiratkoztam, ugye, hogy is mondjam, olyan képzésekre, ami ehhez szükséges, tehát végül is tulajdonképpen videófilm készítés. Mert én mindig egyedül dolgoztam. A szabóságomban is egyedül dolgoztam, tehát ott is ugye megrendelőket úgy szolgáltam ki, hogy az anyag választástól elkezdve a tervezésig, a próbán keresztül, a szabásvarrás, vasalás, mindent én csináltam,
és nekem annyira érdekes volt, mikor végül is kislányom, vagy hogy kicsi volt a lányom, és jött haza, és ott volt a babán a ruha, és hát ő ismerte azért ugye megrendelőket, hiszen otthon dolgoztam, mert otthon volt a kis műhelyem, és végül is rögtön mondta, hogy ez a néni, vagy az a néni, mert egyszerűen, hogy mondjam, meg volt formázva a kedves hölgy, és én ezt akarom továbbadni, hogy igenis a szabóság az egy csodálatos, gyönyörű szakma, és ez egy olyan szakma, hogy egy egyszerű kelméből egy olyan palástot kell elkészíteni, ami a testre is alkalmas, és végül is abból, hogyha össze van varva, ott van végül is a szép kis fazon is, ami előnyöse a megrendelő számára, aki ha teltebb, akkor az végül is, hogy is mondjam, vékonyítsa, aki ilyen, olyan, tehát a testi adottságok, ami esetleg negatívan, hogy értékel a kedves megrendelő, azt egyszerűen el lehet tüntetni a szabóságnak a megfelelő ismerete által. És ezért, hogy én még több embert tudjak erre az ismeretre rávezetni, ezért e-oktatásba fogok. Uh-huh. Úgyhogy már a kis műhelyem, meg a videokamera, meg a minden megvan. Már megvan, ősszel indul a nagy projekt, és akkor ezzel fogok előrukkolni. És hát remélem, hogy sikere lesz, bízom benne, én már látom, hogy sikeres ez az egész. És amit én látok, csápos énemmel, ugye, az meg is lesz. Hát én ezt kívánom neked, és nagyon örülök, hogy tudtunk egy jót beszélgetni. Önöknek nagyon is, szépen köszönöm én is. És önöknek is köszönöm természetesen, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.